Kis Kálmán, szonett ballagoknak. Néktek ragyog ma, tiétek az ünnep. A szó, a könyv, a mosoly, s a világ. Körétek gyűlik szinte a világ, s mi néktek adjuk búcsúzó szívünket. Az életet, mely jutalmaz és büntet, s melyben az ember örökké diák, most jelképezi zöld májusi ág. S halljuk reménytől szívetek, hogy nyugtet. Szép lassúsággal búsan szól az ének. Föl-föl repülne, leszáll, tétováz. A sok kopott pad integet felétek. Tán könny is csordul, nem tudni okát. Elsápadva a messzeségbe néztek, s a szívetekben fölzen, hogy tovább. Kedves ballagó diáktársak! Nemes hagyományként a Széchenyi diákok nevében hetedikesként köszönök el tőletek. A ballagok búcsúztatása tarisznyával fontos jelképé vált. A tarisznyába pogácsát, földet, pénzérmét, sót raktunk, és az osztálykép sem maradhatott ki belőle. A pogácsa a mindennapi betevőételt jelképezi. Földet azért, hogy bárhol gyökeret tudjatok ereszteni. Pénzérmét pedig azért, hogy soha ne kelljen szűkölködnötök. Só azért kerül a tarisznyába, hogy az életetek ne legyen szürke, íztelen. Az osztálykép pedig emlékeztessen benneteket arra az együtt töltött 8 évre, ami alatt igazi, összetartó közösséggé váltatok. Ballagáskor nagyon sokszor elhangzik a következő kezdetű mondat. Amikor először léptem be az iskola kapuján. 8 éve már. Írtuk az osztálytermetek táblájára is. Egy diák 8 év alatt közel 1500 alkalommal lép be az iskola kapuján.
Akkor hát miért is olyan fontos megemlíteni az elsőt? Paulo Coelho tollából való egy ceruza története, ami kicsit hasonlít a ti első iskolai emléketekhez. Elsősök voltatok, mikor tanév elején az igazgató bácsitól átvehettétek varázsceruzáitokat. Talán nem is sejtettétek, hogy amivel írtok majd, a szavaknál is fontosabb lehet. Kicsi gyermekként csodálkozva néztetek a ceruzára, hogy mitől is lehet ez varázslatos, mivel semmi különöset nem láttatok rajta. Tudjátok, minden attól függ, hogyan nézitek a dolgokat. Az író szerint a ceruzának 5 értéke van, amit ha sikerül megtartanotok, olyan emberré válhattok, akik egész életük során békében fognak élni a világgal. Első érték. Tehetsz nagy dolgokat, de soha ne feledd, hogy létezik egy lépteinket vezető kéz. Ezt a kezet Istennek nevezzük, és ő vezet mindig kívánsága szerint minket. A második érték. Időnként abba kell hagyni az írást, hogy megfaragjuk a ceruzát. Ez kevés fájdalmat okoz a ceruzának, azonban végül élesebb lesz. Tehát el kell tudnod viselni a fájdalmakat, mivel ezek tesznek jobbá téged. A harmadik érték. A ceruza megengedi nekünk a radír használatát, hogy kitöröljük azt, ami téves. Meg kell értened, hogy kijavítani egy dolgot nem jelent feltétlenül rosszat. A legfontosabb az, hogy megmaradj az igaz, egyenes úton. A negyedik érték. A ceruzának nem a fája vagy a külső formája a fontos, hanem a benne lévő grafit. Ugyanígy gondozd azt, ami benned történik. És végül az ötödik érték. Mindig nyomot hagy. Neked is tudnod kell, hogy bármit teszel is az életedben, nyomokat fogsz hagyni. Ezért meg kell próbálnod minden tettedet tudatosítani. Diáktársaim nevében azt kívánom, hogy a varázsszeruza által rajzolt vonalak továbbra is jó irányban tartsanak benneteket. Tudjátok hasznosan alkalmazni az itt megtanultakat, emlékezzetek tanáraitok támogató szavaira, tanácsaira. Bízom abban, hogy a Széchenyi iskola az itt töltött 8 év az átélt élményekkel fontos, meghatározó értékként marad majd meg bennetek. Most újabb, izgalmas út vár rátok. Legyetek mindig vidámak, váltsátok valóra álmaitokat. Búcsúzom tőletek. Viszont látásra, kedves végzősök! Kedves ballagó diákjaink! Minden évben úgy érzem, remélem, hogy ebben az ünnepi aulában, a valgási forgatag elcsendesült perceiben olyan légkör teremtődik, amely képes az elhangzott szavak befogadására, melyben megérinthet bennünket a múlt és a jelen. Iskolánkban 1980-ban kezdődött meg az oktató-nevelő munka, igaz 3-as iskola néven, egy gyönyörű szép új épületben, melyet csodáltak a város és a környező települések lakói is. 1990-ben felvette Gróf Széchenyi István a legnagyobb magyar nevét. 2007-től önkormányzati döntés értelmében iskolánk a Kapuvár térség általános iskola nevet kapta, de hagyományaiban továbbra is Széchenyi örökségét visszük tovább. Bár az iskolában nem mindenki töltött 8 évet, de az emlékek élnek és élni fognak, ha eleget gyűjtöttetek magatoknak. Ma 19 tanuló búcsúzik a Széchenyi iskolától. 3 fő Kapuvárról, 6 fő Szárföldről, 2 fő Veszkényből, 2 fő Himodról, 1 fő Babotról, 2 fő Oslüból és 3 fő Vignyédről. Irodalom órán megismerkedtetek Radnóti Miklós Nem tudhatom című versével, mely egész életünket meghatározhatja. Nem tudhatom, hogy másnak a tájék mit jelent, nekem szülőhazám. Itt a lángoktól ölelt kis ország, messze ringó gyermekkorom világa. Reménykedem abban, hogy gyermekkori éveitekben nem csak a település, hanem az iskola is mély nyomot hagyott bennetek. A ballagási szertartás része, amikor búcsúzó diákjaink végigjárják a feldíszített termeket, átadják iskolánk zászlaját a 7. osztályosoknak, és elhangzanak a búcsúbeszédek. Nézzetek körül! Ez a kedves iskola szívében tart minket most is.
körülöl elfolyosóival, oszlopaival, nyolcszögletű terével. Talán tudjátok, sokan azt állítják, nem csak az élőknek, az épületeknek is van lelke. Amikor belépsz egy épületbe, kapuján kicsit megmutatja magát neked, hatással van rád, hangulatot ébreszt. Ha majd az új iskolába léptek, ti is megtapasztaljátok, hogyan fogad benneteket az új épület. Gondoljatok akkor vissza a mi iskolánkra, amely biztonságot adott oly sok éven át, itt az oszlopok ölelésében, mint madaraknak a fészek, vagy gyermekeknek az ölelő anyai karok. Életünknek egyik legfontosabb meghatározója a kötődés. A kötődés már kisgyermekkorban kialakul, amikor megismerünk hangokat, arcokat, mosolyokat, és örömöket okoz minden találkozás. Nyitottnak kell ahhoz lennünk, hogy befogadhassuk a környezetünkből áradó szeretetet, mely egész létünket meghatározza. Most, mikor elhagyjátok a falakat, talán a ti szívetek is összeszorul. Sokszor elgondolkozom azon, hogy miért éppen a búcsúzás előtti pillanatok, miért éppen a jövőbe induláskor kapaszkodtok leginkább a múltatokhoz, miért akkor igénylitek, hogy kézen fogjunk benneteket, mikor elengedni kívánjuk kezeteket. Hogyan kerül ide egyszerre oldás és kötés? A ballagó felemás érzések között él, átmeneti állapotban van. Már se ide, se oda nem tartozik. Ahogy arcotokat nézzük, arcotokat vizsgáljuk, mennyire szembetűnő a változás, ami azóta történt veletek, amióta a falak közé először jöttetek. Sokat változtatok, de mégsem annyit, hogy arcotokra nézve ne ismernénk fel a tanításunkra bízott gyermeki arcot. Talán szüleiteknek és nekünk tanároknak üzennek azok a változó vonások, amelyek az önállósulás, a felnőtté válás felé való közelítést jelentik. Mennyire fontos a kötődés? Hogyan emlékeztek vissza egy volt osztálytársatok szavaira, egy tanári gesztus vagy intelem? Sok-sok emlék változik bennetek, hogy majd életetek során előbukkanjon, és esetleg jó eligazítást adjon úttévesztő helyzetekben. Észre fogjátok venni, hogy az iskola alapvetőleg becsülendő értékeket oltott belétek, amelyeket őriznetek kell. Önképetek, személyiségetek függ attól, hogy mennyire kötődtök a titeket formáló nevelői múlthoz. Talán meglepő számotokra, hogy ennyi szót áldoztam a múlt fontosságára, hiszen tudom, hogy csak visszafelé tekintve nem lehet előre haladni, de jövő felé mutató útbaigazítás annyit ér, amennyit az elmúlt években magadba gyűjtöttél. Bár még szüleitek ott állnak mellettetek, de talán már nem fogják olyan szorosan a kezeteket, és ti is érzitek, hogy vállatokon a vándortarisznyával még sok próbatétel áll előttetek. Használjátok fel mindazt a jó szót, amit kaptatok, a lehető legjobban ahhoz, hogy a jó úton maradjatok. Hiszem, hogy megtaláljátok azt, amiért élni érdemes, megtaláljátok a jót, a szépet. Most, hogy elköszönök tőletek, reménykedve gondolok arra, hogy az aula középpontjában olvasható Széchenyi idézetet is elviszitek magatokkal emlékbe. Ezt írta Széchenyi István. A következő nemzedéknek a fényhez egy lépéssel közelebb kell jutnia. Erre akarok vállalkozni. De mégis elég boldog leszek, ha életem utolsó óráján ezt mondhatom. Él egy ifjú ember, ki általam lett boldogabb, mint amilyen nélkülem lehetett volna. Ezeket a gondolatokat adom most nektek útra valóul, kedves búcsúzó nyolcadikasok. Legyen előtted mindig út, fújjon mindig hátad mögött a szél, az eső puhán essen földjeidre, a nap melegen süsse arcodat, és amíg újra találkozunk, hordozom téged tenyerén a Jóisten. Kedves Széchenyi és diákok, jó utat, Isten veletek! Kedves 7. osztályosok, most átadjuk nektek iskolánk zászlaját. Kívánjuk, hogy tettétekkel, cselekedetétekkel szerezzetek méltó új érdemeket iskolánknak. Legyetek mindig vidámak, törekvőek és jó lelkűek egymáshoz. Megígérjük, hogy megőrizzük az együtt töltött évek emlékeit, és jó szívvel térünk vissza hozzátok. Kedves ballagó nyolcadikasok,
ígérjük, hogy méltó hordozói leszünk a zászlónak. Tanulmányainkban, céljainkban követni fogunk benneteket. Reméljük azzal, hogy elvallaktok, nem felejtitek el iskolánkat. Sok sikert kívánunk elkövetkezendő tanulmányaitokhoz és az életetek további alakulásához is. Nos, Hanci néna, lélegzetésre. Térdele csend. Az ima néma. Még egy főhajtás, és nincs több közös téma. Még egy simítás, még egy ölelés, még egy mosoly, egy végső csengetés. És kiröppenünk. Üres lesz a fészek. Még egyszer fájjon felzeng a búcsújének. Aztán a csend. Aztán a csend. Csak belül szól a dal a távozók szívében. Megkezdett szavaitokat majd mérjük tovább emlékbe, vágyba, némaságba, mint ti írtátok magatokat sok puha márványba, akaratnak vésődve tanítványba. Mert itt maradtok mind, elrejtve bennünk, kikre felnéztünk, kikben bíztunk, kiknek patakszobát szomjaztuk. Itt maradtok mind, elrejtve bennünk, mint kagylóban a gyöngy, mint vonalban a pont, mint földben örök. Itt marad hangotok, szavatok, a lélekben isre, örök időre. Most indulunk. De hadd mondjuk el még utoljára, hogy fáradozásatok nem volt hiába. Hadd mondjuk el, hogy értjük végre, mint gyermek szemünkben ti nem vettetek észre, jó tanáraink. Köszönjük hát, hogy szívetek szerint puha mohával köveznétek minden utat az indulóknak. S reménnyel bélelnétek sok ébredő csodát. Térdel a csend. Az ima néma. Még egy főhajtás, és nincs több közös téma. Még egy ölelés, még egy mosoly, pár szál virág, pár elkenődött könycsepp. És kiröppenünk. Üres lesz a fészek. Még egyszer végleg felzeng a búcsújének. Aztán a csend. A csend öleli át a falakat. Kérjük, Isten áldja az itt maradtakat. Már is vége lesz a nap fel.
tanítványaink, vendégeink, diáktársaink. Még mindig hihetetlen kicsit, hogy elérkezett számunkra az utolsó nap, utoljára hívott bennünket a csengő, és a tanterem, az iskola ajtaja végérvényesen becsukódik mögöttünk, hiszen nem volt rég, mikor mi köszöntünk el a nyolcadikasoktól. Akkor nem éreztük át, miért könnyeznek a búcsúzók. Az utóbbi hetekben, napokban, aztán a mi mosolyunk is elhalványult, ahogy egyre többször idéztük fel a közös emlékeket. Hamar elrepült az idő azóta, hogy elsősként léptünk be az iskolába. Tanítóink féltő szeretettel fogták kezünket, segítettek el sajátítani a betűvetés tudományát, az olvasás titkát, és bevezettek a számok rejtelmeibe is. Nem sokára felsősök lettünk. Új tanárokkal, új osztálytársakkal ismerkedhettünk meg. Tudásunk gyarapodott, mi növekedtünk, új gondokkal kellett megküzdenünk, új célokat tűztünk magunk elé. Az erőfeszítések is hozzájárultak szellemi és fizikai érésünkhöz. És most az együtt eltöltött évek emlékei kavarognak bennünk. A versenyek izgalma, a kirándulások, a táborozás, a gyermeknapok, a farsangi bálok vidámsága, egy-egy jól sikerült ünnepi műsor, a papírgyűjtések lázas igyekezete, versenyszelleme. Szomorúan gondolunk arra, hogy többé már nem követünk el együtt diákcsínyeket, nem mesélünk illatságos, tanulságos történeteket. Szeptemberben már nem itt kezdjük az évet, nem várnak az ismerős arcok, a megszokott környezet. Kedves tanáraink! Köszönjük, hogy akkor sem adták fel a fáradozást, amikor érdektelenek voltunk, és másnap mindig új erővel fogtak ahhoz, hogy fejleszék értelmünket, érzelmeinket. Az órákon a tudomány színes spektrumának minden árnyalatát igyekeztek megmutatni nekünk. Segítettek abban, hogy közelebb kerülünk egymáshoz, közösségé kovácsolódjunk, hogy az osztályterem számunkra tényleg második otthonná váljon. Mindannyian emlékezünk a dolgozatok okozta szorongásra, de nem egy órán a felszabadult vidámságtól volt hangos az osztály. Most felbomlik a közösség, de az iskolán kívül továbbra is találkozhatunk egymással, és reméljük, hogy osztályfőnökünkkel is, aki 4 éven át minden szeretetével nevelt és tanított minket. Kedves Marika néni, nem feledjük el, amit értünk tett, hogy mindig nyitott volt irányunkban, és éreztette velünk, bízik bennünk, akkor is, amikor elbizonytalanodtunk. Köszönjük, hogy olyan osztályá formált bennünket, ahova jó volt tartozni. Kedves szüleink, nem feledjük el, hogy a ti segítségetekkel jutottunk el idáig. Hálásak vagyunk a segítségért, a támogatásért, a bátorításért. Ígérjük, hogy a jövőben is a helyes úton haladunk, amely a személyes példátokkal is ösztönöztetek bennünket. Kedves hetedikesek! Amikor átadtuk nektek iskolán gázdáját, talán arra gondoltatok, végre, szeptembertől ti lesztek a nagyok. Csak ugyan, azonban ez kötelességgel is jár. Nektek kell példát mutatni a kisebbeknek, magatartásotokkal és a tanulmányi munkában is. Végezzétek úgy a feladataitokat, hogy megvalósíthassátok céljaitokat. És vigyázzatok nagyon erre az iskolára, mely befogadott és nevelt titeket is. Végül ahhoz a kis közösséghez szólok, amelyhez 1000 szál köti a szívemet. Fáj a búcsú, mert ismertük és szerettük egymást. Összeszorul a szívem. Most már megértem a tavalyi ballagok szomorúságát. Legszívesebben megállítanám az időt, de tudom, hogy indulnunk kell. Jaroszláv Zajfer, dal című versét idézem könnyes biztatásként.
Fehér kendővel integet, ki messze megy. Valakit biztos nem talál már itt az éj. Valami gyönyörű nap véget ér. Kitárt szárnyakon lebeg a galamba légen át, míg hazaér. Mi is megleljük mindig otthonunk, mindegy, hogy csüggedés, remény kísér. Törüld le könnyedet, kisírcemetben terül, mosoly legyen és derül. Minden nap kezdődik valami, valami nagyszerű, valami gyönyörű. Most búcsú bátja a lelkünket, az életharc hív. Nem állíthat meg idő, szándék, sem a vérző szív. Búcsúzni kényszerít az óra, mely elütött. Lépjük át bátra, e szent hajnalkú szögöt. Dal, vagy könyv fakadjon kedvünkből, jó barát. Ne feledjük életünk emlékét, az iskolát. Vár az ismeretlenség, a tomboló élet. Vigyük magunkkal, mit itt kaptunk, a sok-sok szépet. Hirdessük, itt élet iskolában tanultunk, mert jövőnket megalapozóvá vált múltunk. Dal, vagy könyv fakadjon kedvünkből, jó barát. Ne feledjük életünk emlékét, az iskolát. Még érezzük tanáraink gondoskodását, lát simogatását, lát készfogását, szerint simogatását. A velük töltött csodaszép napok emlékét, a vidám órák, a közös játék szépség. Dal, vagy könyv fakadjon kedvünkből, jó barát. Ne feledjük életünk emlékét, az iskolát. Ha hív is az idő, de válunk kell. Könyv, bánat, szomorúság minket nem érdekel. Gondolatainkban álomként visszajárunk. Drága iskolát, értetünk, míg élünk, áldunk. Dal, vagy könyv fakadjon kedvünkből, jó barát. Nem fel.